A Magyarok Kenyere rendezvény augusztus 20-ához az új kenyér ünnepéhez kapcsolódó program, amely kifejezi a magyar nemzet összetartozását, és jelentős a karitatív szerepe is. Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, földügyi kormánybiztos arról is beszélt, hogy a program indulásának évében mintegy 10 tonna búzát gyűjtöttek, és tavaly már minden eddiginél több adomány érkezett a magyar gazdáknak köszönhetően, akik közel 1100 tonna búzát ajánlottak fel, mintegy 100 ezer rászoruló részére. A magyar alföldnek meghatározó növénye a búza évszázadok óta az életet jelenti, és ezt az életet azoknak a gazdáknak köszönhetjük, akik megművelik a tájat, akik felelősséggel viselnek a helyi közösségért, akik felelősséget viselnek az ország sorsáért egyaránt. A magyar gazdákra, földművesekre mindig lehetett számítani a történelem legnehezebb helyzeteiben is. Így van ez a mi vidékünkön, a Jászkunságban, a Nagykunságban és a mi megyénkben, amely a szülőföldünk, és amely igazán nevezetes arról a kiváló minőségű búzáról, amely messze földekre elviszi a hírünket, az itt élők munkaszeretetét, szorgalmát, és ami nagyon fontos, az adakozó készségét is. Hiszen a mostani ünnep arról szól, hogy a gazdatársadalom összefog azért, hogy segítséget nyújtson a rászorulóknak. A Kárpát-medence gazdatársadalma nyújt segítséget a Kárpát-medencében élő rászorulóknak. Ez egy nemes gondolat, és engem mindig örömmel tölt el az, hogy látom, hogy évről évre egyre többen elkötelezettek ebben az ügyben, és bízom benne, hogy ez jó alap lesz a jövőre nézve is. Megható ez a mostani alkalom, hiszen megjelenik a szemeink előtt az egész Kárpát-medence történetével, településeivel, az ott élő magyar emberekkel, észak és dél, kelet és nyugat és a közepén a mi megyénk, a mi Jászságunk, Nagykunságunk, az Alföld szíve, amely most itt dobog, és ennek a szívnek a dobogását érezzük, meghat bennünket, és ösztönöz arra, hogy adakozzunk, segítsük mindazokat, akik rászorulók, és ezáltal is segítsük a legfontosabb ügyet, a magyarságnak a megmaradását, gyarapodását, azt, hogy legyen magyar jövendő itt az alföldi tájon épp úgy, mint a Kárpát-medencében, vagy a világ legtávolabbi zugaiban is. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő is azt hangsúlyozta, hogy a Magyarok Kenyere programmal ébren tartja azt a gondolatot, amely a búzához kötődik, hiszen a megszentelt kenyér minden esetben az életet jelenti. A nemzeti összefogás nagyszerű példáját biztosítja a program, különösen igaz ez megyénkben és Karcagon, ahol a gazdák összefogása, hozzáértése garantálja azt, hogy továbbra is ott legyünk a magyar búzatermelés élén. És a gazdatársadalom egy olyan erős társadalom, amely mindig meg tudta mutatni az erejét. Meg tudta mutatni, amikor adakozni kellett, amikor adni kellett a rászorulóknak. Akkor is megmutatta az erejét a magyar gazdatársadalom, amikor kaszát, vagy akár kardot kellett markolni. Én azt gondolom, hogy ez az életerő, ez a tudás, ez mai napig megvan a magyar gazdákban. És ennek a tudásnak, ennek az örökségnek a mai napon egy gyönyörű példáját adják, hogy összeadják a rászorulóknak azokat a búzaszemeket, amelyek majd a következő esztendőben biztosítják számukra a mindennapi kenyeret. Én gratulálok a kezdeményezéshez, gratulálok a magyar gazdáknak, és gratulálok ahhoz, hogy ide a Nagykunság fővárosába hozták ezt a csodálatos rendezvényt. Huba Imre, a Jász-Nagykun Szolnok megyei közgyűlés elnöke elismeréssel szólt a programról, amely idén is bizonyára megmozgatja a gazdákat megyénkben. Az augusztus 20-án az új liszt adományból készült új kenyér pedig jelképesen lezárja az aratást, amely ebben az évben a szélsőséges időjárás miatt nem volt könnyű év a gazdáknak. A búza adományaikkal hozzájárulnak ahhoz, hogy éhezők, nélkülözők mindennapi betevője, mindennapi kenyere az asztalra kerülhessen, azok nem csak áldást, hanem életet is adnak. És ahogy sokasodik az összegyűjtött gabonaszemek garmadája, úgy sokasodik az áldás a nemzetem.
úgy sokasodik rajtunk a nemzet tagjain, akik magunkhoz vehetjük, mind a jókedvű adakozók, mind pedig a hálás tekintetek köszönetét azért, hogy a MAGOSZ és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara évről évre megszervezi a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem rendezvénysorozatot. Kezdve azzal, hogy megáldják a búzavetést, majd a betakarítást követően a pihentetett búzát összegyűjtik, a pihentetett búzából lisztet őrölnek, a lisztet kovásszal, sóval, vízzel, a Kárpát-medence négy különböző pontjáról hozott komponensekkel kenyérré dagasztják, kenyérré sütik. Ez a jelképe annak, amit a nemzet összetartó erején értünk. Hogyha megszegjük a kenyeret, azzal a minden évi munka gyümölcse válik napra, és tekintetre készé. Látjuk, hogy milyen munkával tudták a gazdák, milyen verejtékkel tudták megtermelni azt, és hogy milyen minőséget adott a föld, a magyar föld legjava. Szepesi Tibor polgármester megköszönte a szervezőknek, hogy karcagadhatott otthont a mai rendezvénynek, ezzel is elismerve, hogy az itt élő gazdák az elmúlt években rekordmennyiségű búzaadományt ajánlottak fel a rászorulóknak. Először is köszönöm, hogy a rendezvény itt Karcagon, a Nagykunság fővárosában kerül megrendezésre, és nem csak ez a rendezvény, hanem ez a rendezvény sorozat, hiszen a búza szentelés, a mai búza összeöntés, illetve az augusztus 20-ai új kenyér ünnepe, az új kenyér szentelése is megyei kiemelt rendezvényként itt Karcagon, ahogyan mondtam, a Nagykunság fővárosában kerül az idei évben megrendezésre. Köszönöm a gazdaköröknek, köszönöm a MAGOSZ-nak, hogy itt rendezik meg ezt a gyönyörű rendezvényt. És engedjék meg, hogy megköszönjem a testvér településeinkről érkező vendégeinknek azt, hogy az első hívó szóra azonnal csatlakoztak ehhez a rendezvényhez. Elhozták azokat a búzaszemeket, azt a sok ezer, sok százezer búzaszemet a Kárpát-medence távoli szögletéről is, amely összeöntve a helyi, a megyei, a környékbeli gazdák búzáival jelképezi azt az összefogást, együtt több millióan erősebbek vagyunk, együtt több millióan új kenyereket tudunk az asztalra tenni. És engedjék meg, hogy kifejezzem köszönetemet, hiszen ahhoz, hogy járva a határt azt láthassuk, amelyet nemzeti imádságunkban a költő is megfogalmazott, hogy értünk Kunság mezején, ért kalászt lengettél, ahhoz szükség van a gazdákra. Azokra a gazdákra, akik nap után azért fáradoznak, hogy az elvetett, kizöldült, megszentelt búzából aranysárga ért kalászok lengedezzenek, aztán megőrölve, liszté őrölve, kenyérré dagasztva, kenyér, új kenyér, mindennapi kenyér legyen mindannyiunk asztalán. Én köszönöm szépen ezt mindenképpen a gazdáknak.